Nekünk nőknek különösen fontos a mosolyunk, mert szeretünk tetszeni. Sokkal kommunikatívabb lettem, és egyszerűen jól esik mosolyogni, szeretek mosolyogni, mióta levették a fogszabályzót, és most már ilyen gyönyörű szép a fogsorom. Az emberek is jobban vonzódnak azokhoz az emberekhez, akik vidámak és mosolyognak. Én most hordom a készüléket, és véleményem szerint egyáltalán nem hallatszik ez a beszédemen, és abban egészen biztos vagyok, hogy nem is látszik. Amikor kezdett átalakulni a fogam, de főleg amikor készen lett, akkor fantasztikus lett minden. A Herman Ortó professzionális fogszabályozás egy rendelő, amely megváltoztatja azt, amit valaha is a fogszabályozásról gondolt. A rendelő a modern fogszabályozás legújabb vívmányait alkalmazza. Dr. Herman Gábor, fogszabályozó szakorvos, tagja a Magyar Fogszabályozó Társaságnak, az Amerikai Fogszabályozó Orvosok Társaságának, a Fogszabályozó Világszövetségnek, valamint a Nyelvfelőli Fogszabályozás Világszövetségének is aktív tagja. Az elmúlt időszakban összegyűlt egyfajta tapasztalat, ami alapján úgy gondoltam, hogy megmutathatom az eredményeimet egy nemzetközi fórumon, és nagy büszkeségemre végül is elismerték az eseteimet, tehát nemzetközi szinten választottak be aktív tagjának ennek a társaságnak. Herman doktor a láthatatlan kezelések témájában gyakran tart előadásokat. Az arcesztétikai kezeléstervezés és a fogászati társszakmák közötti együttműködés témakörében is rendszeresen publikál. Nemzetközi kongresszusok, továbbképzések rendszeres résztvevője a világ számos pontján. A külföldi konferenciákon való részvétel azért fontos, mert ezeket az újdonságokat csak ott lehet megismerni. Számos modern fogszabályozási eljárást Herman doktor alkalmazott elsőként Magyarországon. A modern fogszabályozást a következő három dolog jellemzi. Megjelentek új készülékek, új technológiák, mind a láthatatlan fogszabályozás. Másrészt az ügyfélközpontú páciens menedzsment vagy ügyfélmenedzsment jellemzi. Harmadrészt pedig új kezeléstervezési felfogások jelentek meg, mint például a lágyrész alapú kezeléstervezés vagy mosolyanalízis. A rendelő Magyarország legteljesebb választékát kínálja a modern fogszabályozó technikák területén. Ugyanakkor rendkívüli figyelmet szentelnek pácienseiknek. Külföldről tértem haza a Herman doktor hívására, ezért tapasztalatból mondhatom, hogy az itt élő emberek legalább olyan igényesek, mint a nyugat-európaiak, és ez a rendelő ugyanazokat a szolgáltatásokat tudja nyújtani, mint egy nyugat-európai. A Herman Gábor doktor úrtól rendkívüli törődést, odafigyelést kaptam. Minden alkalommal, amikor elmentem hozzá, érezhető volt, hogy személy szerint velem foglalkozik, és az én problémámmal. Nekem, mint páciens koordinátornak feladatom a páciensek informálása a döntési folyamatban, illetve továbbiakban a kezelés során. Nem igaz, hogy csak fogorvosnál vagyok. Sőt, az szinte szóba se kerül, hanem kapcsolat van, és e-mailben is levelezünk, és telefonon is beszélgetünk, és eljövünk, és egy nagyon-nagyon-nagyon jó kapcsolatunk lett. A rendelő munkatársai pácienseik legmagasabb szintű ellátása érdekében hozták létre team együttműködési rendszerüket. A pácienseik számára akkor tudunk teljes értékű, mind esztétikai, mind funkcionális helyreállításokat végezni, hogyha ezeknek a szakterületek a specialistái egymást ismerve, egymás tudását kihasználva tulajdonképpen egy csapattá verbúválódunk össze, és ezen keresztül nyújtunk egy komplex kezelést a pácienseknek. Amennyiben a páciens esete komplex kezelést igényel, én tartom a kapcsolatot a fogorvos kollégákkal, specialistákkal, és végigkövetem a páciens kezelését. Egy fogászati vagy fogszabályozó kezelés ennél fogva egyfajta szolgáltatást is jelent a páciens szemében, hiszen azon túl, hogy az adott problémájának a megoldását várja, egyfajta szolgáltatást is elvár, ami magába foglalja azt, hogy ellátják információval, bevonják a döntési folyamatba, és egyáltalán a kezelés alatt foglalkoznak a személyiségével is, nem csak azzal, hogy az adott fogak merre mozdulnak. A fogszabályozó kezelés alapja az egyénre szabott kezelési terv, amelyet esztétikai analízis alapján készítenek el. Az attraktív megjelenés, esztétikus külső mai világban szinte kötelező. Ezek megnövekedett igényeket is jelentenek a fogszabályozásra szemben. Ennek megfelelően a szakma a kezelések tervezése során a korábbi dogmatikus gipszminta és röntgen alapú kezeléstervezéssel szemben sokkal inkább az esztétikát helyezte előtérbe.
Az esztétikát különböző szinteken vizsgáljuk. A fogak, az íj, a mosoly és az arc egészének megjelenését tekintjük elsődlegesnek, és ezek alapján tervezzük meg a fogszabályozó kezeléseket. Ezen paraméterek vizsgálata alapján alakítjuk az egyénre szabott kezelési tervet, és programozzuk a készüléket. Itt a rendelőben sokkal többet kaptam annál, mint egy egyenes fogsor. Ez elsősorban talán abból derült ki, hogy mindenki azt hinné, hogy egy fogorvosi rendelő az a szorongás, félelem, amikor bejövök. Márpedig ez nem, ez egy nagyon családias, egy kellemes hangulatú dolog volt ez az egész fogszabályzás. És én úgy érzem, hogy mindig is úgy éreztem, hogy nem egy vagyok a sok paciens közül, hanem én vagyok a paciens, akire minden figyelem összpontosult. Dr. Herman Gábor meggyőződése, hogy a fogszabályozó készülék egyénre hangolt használata, tudomány és művészet. A művészi munka eredménye pedig a mosoly. Köszönöm a mosolyomat. Köszönöm. 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 Köszönöm.